Az anyu utolsó két hónapja, az gyakorlatilag az én terhességem első két hónapja. Ő adott maga helyett valakit nekem. Jól van, szívem, halaszkodj, édes kicsi szívem. Aki azt mondja, hogy kiskor különbséggel kell gyereket vállalni, az vagy mazohista, vagy nem ért hozzá. A bakos családban Balázs az erős ember, így első ránézésre nem is gondolnánk róla, hogy nem sokára háromszoros apuka lesz. Bernadettel gyakorlatilag az érettségi óta élnek együtt. Voltak nagyon nehéz időszakok is az életükben. Berni a harmadik terhessége alatt szinte végig rákos édesanyját ápolta otthon. Azt mondja, ahogy akkor támogatta őket Balázs, azt sosem fogja neki elfelejteni. A nagymama elment. Manna pedig nem sokára megérkezik. Bakos Balázs üzletember és erőemelő, akiről már most az elején leszögezem, hogy az ő esetében a zord külső érző szívet takar. Balázs hetente 6-szor jár ide edzeni, gyerekei anyja Bernadett pedig elfogadta, hogy párjának ez a lételeme. Megszokta. Amikor megismerkedtünk, akkor is már sportoltam. Úgyhogy ez azóta nem változott, csak rosszabb maradt. Bernadett és Balázs története 1994-ben a kőbányai Zrínyi Miklós gimnázium folyosóján kezdődött. Ők ketten ugyanis évfolyamtársak voltak. Egy gimis bulin Bernadett figyelt fel Balázsra, aki közölte vele, számára első a sport, második a tanulás, harmadik a családja, és csak aztán jöhet minden más. A lány pedig elhatározta, változtat ezen a sorrenden. Ez olyan jól sikerült neki, hogy 18 évesen összeköltöztek. A romantika egyébként azóta sem túl jellemző rájuk. Romantikus reggeli kettesben. Valamint a romantikus. A szomszéd asztalnál. Hát nem egy prüntjögős pár, de a bajban mindig számíthattak egymásra. Az első tragédia akkor érte őket, amikor Berni 17 évesen elvesztette az édesapját. 23 évesek voltak, amikor megszületett a most 11 éves Márkó, majd 9 évvel később Míra. Berni már a második terhességét is úgy csinálta végig, hogy tüdőrákos édesanyját ápolta. A legnehezebb időszakban fogant meg a nem várt harmadik baba, akinek születését Bernadett édesanyja sajnos már nem élheti meg. Hát itt tart most a bakos család. Balázs szerint egyébként csak a kívülállók számára tűnik úgy, hogy ő viseli a nadrágot. Kifele én viselem, mikor otthon vagyunk csak egymás között, akkor nyusz is mamuszt fölveszem, és akkor csend. Csend, rend, fegyelem. De kifele úgy mutatjuk, hogy igen, én vagyok a férfi, igen. Aha. És akkor ezt, akkor mikor már nem látja senki, akkor persze, drágám, igen, drágám, oké, drágám, hogy mit csináljak. Bernadett kemény csaj? Kemény, igen. Tehát aki 17 évesen elveszti az apukáját, 34 évesen az anyukáját, közte két gyereket összehoz, és még vállal egy harmadikat, és majd, hogy nem a nulláról, ugye Romániából jöttek ők, amikor ő 8 év, tehát azért kezdte szükséglakásba, aztán most valahol tartunk. Tehát ez, én úgy gondolom, hogy keménység nélkül nem. Hát, becsülöd. Becsülöm, igen. De soha nem mondd el neki. Egy átlagos reggel Pest Szent Imrén fél hét van. Bernadett már az ajtóban nyugtatgatni kezd, hogy a család kutyája Málna fajtája ellenére sem fogja azonnal cafatokra tépni a stábot. Málna, ne egyél már! Ne bánj be, tisztát! Ő milyen? Ő pitbull. Pitbull, na ugye mondtam, hogy pitbull? Igen. Ez egy kedves pitbull. Vannak kedves pitbullok is? Igen. Csak olyanok. Málna, helyedre! Málna! Na! Úgy, ott ő. Miért pont pitbull? Az uramnak ez volt a mániája. Balázsnak tehát az erőemelés mellett van még egy mániája, a kutya, és a tetkókat is szereti. De fordulj meg! Hú, nem egy visszafogott darab. A család férfi tagjai nem túl beszédesek reggel, Márkó még félálomban készülődik a gyors reggelihez, apa pedig sajátos erőemelő reggeliét fogja elfogyasztani. Berni közben gyártja a szendvicseket uzsonnára, és Míra, hát ő még Márkó ágyában az igazak álmát alussza. Átmászik hozzád? Hát, van olyan, hogy átmászik, de van olyan, hogy eleve együtt alszunk.
És hol fog kicsi? Kicsi lakozni. Egy ágyban. Aha. A hálószobában. Itt alszunk majd mindannyian. Nálunk a... Mert én mind a két gyereket 2 éves koráig szoptattam, és mind a két gyereke nagyon jó fej volt, mert 2 óránként kelt 1/2 éves koráig. Képtelen voltam ezt a átrakom, átmegyek, mire átmegyek, már kell, nem kell újra, mire visszajövök. És akkor így mindenki velünk aludt az első szoptatós időszakban, úgyhogy így már nincs is kis ágyunk. Uh-huh. Harmadikra ezt kihagytuk. Na, a kiságy témán Bernadett és Balázs biztos nem fognak összeveszni, de minden máson viszont szoktak, és akkor van úgy, hogy eltörik ez az. Simán összevitatkozunk bármin piszlicsári dolgokon. Ilyen latinosan. Kiabálunk egy kicsit, és aztán minden rendben van. Egy kis ajtócsapkodás. Igen. Hiányzó ablaküveg. Igen. Igen, olyan is volt. Elmesélhet a történetét? Mesélhet. Mesélhet a történetét. Kivágjuk. Apa dühében kifejelte. Miért? Mert az anya sértette a vélt, vagy valós igazságérzetét. Úgy, ó. És ezután a feleség is kap? Nem, a feleség nem az a kockam, minden, de csak nem is feleség. Akkor gyermekeid édesanyja. Nem egy romantikus fajta. Soha nem volt az. Soha. Igen? Ő amikor van valami tejfakasztó buli, akkor iszik alkoholt, és akkor hőszerelmest játszik. De akkor én nem bírom elviselni. Na, Balázs elvitte Márkot suliba, Míra még alszik. Tudunk egy kicsit beszélgetni? Harmadikba elkezdtünk járni, harmadik év végén kezdtünk el járni, és akkor azóta gyakorlatilag együtt vagyunk. Volt egy 1/2 év szünet 10 év után, akkor úgy gondoltuk, hogy most már elég volt egymásból, aztán 1/2 év után eljöttünk, hogy mégse, és azóta folytatjuk újra. És te pont tanultál le? Ő volt az, aki egy kicsit félrenézett, és akkor én mondtam, hogy ezt máshol kéne gyakorolni, ezt a félrenézést. Azért az nem lehetett egyszerű megemészteni, hogy a férjed félrelépett? Nem volt egyszerű megemészteni, csak azt gondolom, hogy ha mindig benne keressük a hibát, és csak azt látjuk, hogy ő félrelépett, és nem vagyunk hajlandóak magunkba nézni, hogy de ez a férfi miért jut el odáig, hogy észreveszi, hogy más nő is van, akkor egy megkeseredett életet fogunk élni, és csak azzal leszünk elfoglalva, hogy másmilyen. Ami nagyon nagy dolog volt ebben a 1/2 éves különélésben, hogy meg tudtunk beszélni olyan dolgokat, amit a kapcsolatunk alatt soha nem mondtunk ki egymásnak. Hogy mi az, ami fáj, miért így csináltad. Uh-huh. És ez nagyon sokat segített abban, hogy az ember azt mondja, így ugye 7 év után, hogy igen, benne voltam vastagon, hogy eljutottunk idáig. De aztán te is kutyaharapás szőrével gyorsan bepasiztál. Igen, mert hogy bosszút kellett állni. És ezt de ezt tényleg így ki is mondod, hogy ez itt direkt vagy tudat alatt így működött, hogy bosszút kell állni? Vagy ez csak a férjed mondja? Ezt ő mondja, és ha nem hallja, akkor én elismerem. Szóval újra kezdték, és hamarosan megszületett Míra, majd jött az újabb családi tragédia. Bernadett édesanyjánál tüdőrákot diagnosztizáltak. Berni több mint 2 évig ápolta, és a végső stádiumban, amikor az egyik élet az elmúlásra készült, egy másik új élet jelentkezett. Ő Manna, aki még Bernadett hasában van. Olyan lelki állapotban voltam, amikor nem gondoltam, hogy a legnagyobb mélységben megfogan egy gyerek. Nem viccelek. Az ágyról ágyra vándorló 2,5 éves Míra születését Berni édesanyja még megélhette. Átigazolt. Na, kezdődjön a napi menet. Mirát anya felébreszti, felöltözteti, megeteti, majd irány a bölcsi. Sziasztok! Szerusztok!
első utunk a temetőbe vezet. Itt elevenítjük fel, hogy második gyermeke Míra születése után, amikor édesanyjánál már jelentkeztek a rák tünetei, szoptatós anyaként hogyan vezényelte le a kemoterápiákat. A kórházba nem vihettem be a gyereket, úgyhogy mindig megszerveztem, hogy valaki jöjjön még velünk. A gyerek kinn a bébi hordozóba az autóba, az anyukám bent a kemoszobába, és akkor az autó és a kemoszoba között ingáztam, hogy éppen vagy szoptattam, vagy az anyu kezét, homlokát fogtam a hány ingerek és rosszul létek miatt, és ezt gyakorlatilag így csináltuk. Aztán az idő múlásával jött számtalan áttét, újabb és újabb kemoterápiák. Berni édesanyját meg is műtötték, de hiába. A rák mindig egy lépéssel az orvosok a kezelések előtt járt. A kisgyerekes anya, hogy oly sok sorstársa, végigélte édesanyja szenvedéseit, a bizakodást és végül a feladást. Berni anyukája végül sztrókot kapott. Ő teljesen külön élt tőlünk, úgyhogy akkor mi magunkhoz vettük, hogy velünk legyen, hogy tudjuk ápolni, tudjuk segíteni a mindennapjait. És hol lakott ott nálatok? Nappaliban. Béreltünk egy kórházi ágyat, ilyen mindenféle csukom, nyitom, engedem, emelem, és ott lakott velünk. A Márkót, mert ugye nyilván ő már fel tudta fogni, hogy miről van szó, mennyire viselte ez meg? Amikor eljön ez a pont, amikor észre tudod, hogy nincs tovább, akkor nagyon sokat beszélgettünk erről a Márkóval, hogy ez be fog következni, hogy a mama el fog menni, és itt fog minket hagyni, és próbáltuk lelkileg felkészíteni. Nem tudtuk, meg szerintem nem lehet. A mai napig van olyan este, amikor úgy fekszünk le, hogy összebújunk, és sír, és hiányzik a mama. És a házasságotokat mennyi viselte meg? Nagyon érdekes, mert sokkal közelebb hozott bennünket. Tehát, hogy azt gondolom, hogy... Balázs mindenben nagyon jó partner, és azt, hogy én közben kiderült, hogy babát várok. Így az utolsó, az anyu utolsó két hónapja, az gyakorlatilag az én terhességem első két hónapja. És iszonyatosan féltett az anyu is, meg a Balázs is, és föl nem merült a Balázsban, hogy bármit is másképp csináljunk, hogy miért az ő házában haldoklik az ő anyósa, hogy ezt nem előttünk kéne csinálni, vagy maximálisan támogatott mindenben, és azt mondta, hogy ahogy neked jó, úgy csináljuk. A nagymama egy hajnalon ment el. Várandós lánya és a veje ültek csendben, vele voltak. Ő adott maga helyett valakit nekem, segítségképpen, hogy én ezt könnyebben vagy jobban, vagy nem tudom, túléljem az ő elvesztését. Kora délután, míg Márkó a jó nevű kétanyelvű általános iskolában a tanítás után florballozik, addig születendő húgát ultrahangon vizsgálja Berni szülészorvosa. Gyermek ultrahang alapján jól érzi magát, csinálnánk egy CTG-t neked, egy negyed óra, ha rendben van, akkor szépen elengedünk egy hétre. Köszönöm szépen. Jó? Rendben. Köszönöm. Jól van. Fájdalomcsillapítást kérsz? Nem. Nem, semmiért. Mert? Én irtózom attól, hogy hozzám nyúljanak, belém rakjanak bármit is, úgyhogy az előzőt is így abszolváltuk, hogy nem kérünk fájdalomcsillapítást. Kemény asszony, ő egy fakír, úgyhogy ő bírja. Az ultrahang után délután Mira bölcsödéje felé tartunk. Az autóban Betty telefonon sorolja, hogy mi mindent kell Balázsnak vacsorára vennie. Benny azt mondja, csak egy ideje, Mira születését követően változtak a dolgok. Balázs azóta jobban kiveszi a részét a család körüli melókból. Ő úgy gondolta, hogy majd én mindent megoldok, amit az elején én is így gondoltam, csak aztán menet közben rájöttem, hogy akkor csak a saját életemet nem tudom élni. Masszát, mehetünk? Álmos vagy? Aludtál egy nagyot?
Na, gyerünk tovább Márkóért, aztán irány a pedikűrös, ahol a nagyobb gyerek a telefonját bütyköli, a kisebbik viszont kisíján lebontja az üzletet. Anya közben relaxál, ez az ő ideje. Igyekszem, ami nekem fontos, arra időt szállni, vagy így, vagy úgy. Márkó, amikor ekkora volt, mint amire ilyen 2,5 éves, akkor úgy éreztem, hogy nem tehetem meg, mert nekem anyaként a gyerekkel kell minden pillanatot együtt töltenem. Esti idill Bakoséknál. Így vannak ők együtt már 18 éve. Lánykérés volt, de az esküvő elmaradt. Akkor 18 évesen miért kérted meg a kezem? Miért volt? Fiatal voltam és bohó. Megkérte 18 évesen a kezedet? Aha. Meg. És te mit mondtál? Igen, mondtam. És akkor? Aztán... Az idő mindent megold. Aztán ő azt mondta, hogy van egy feltétele ahhoz, hogy feleségül vegyem. Mi? Hogy vegyem fel a nevét. De nem ezzel volt a probléma elsősorban, hanem a kommunikációval, hogy neki van egy feltétele. Engem feltétele kell, mert feleségül venni, tehát vagy feleségül vesz, mert szeret és imád. Van egy feltétele, mondom, hogy akkor nem. Hát van az egója. Hú, a fenekét nézted? Hogy vagy a feneke? Ne, áll, de vagyis pingvin. De harmadik gyerekedet várja. Hát attól pingvin. Megvan? De majd leadja. Számít egyébként, hogy mekkora feneke? Szerinted számít? Nem. Hát, de hát most gúnyolottál rajta. Hát persze, mert most megtehetem, hogy gúnyolódok. Elmentek, akkor nem tehetem már meg. Néhány hét múlva egy hajnalon Bernadett és Balázs igen jó hangulatban érkeznek a Honvéd kórházba. Úgy látom, neki sürgős. A fájások rendszeresek, nem sokára szülés lesz, de remélhetőleg nem itt a folyosón. A szülőszobát a nagy kapkodásban viszont sehogy sem bírják megtalálni.